A bajnokságban eddig mindkét csapat egyaránt 4-4 pontot gyűjtött, így 10. a mezőkövest és 11. az Eger. Ez inkább az újonc Egerre nézve jó eredmény. A kövesdiek többet reméltek, és ezért a napokban erősítettek is. A horvát jobbátlövő Jurek Hozina Egerben is pályára lépett. Az elején éppen az ő, illetve Antal gólyaival szereztek vezetést a kékmezes mezőkövesdiek. A némileg szokatlan felállású egri csapat az első félidő közepéig még tartotta a lépést a vendégekkel, de Beniség a 20. percre már 5 góllal is vezettek. Védekezésben és támadásban is többet nyújtottak a vendégek, a félidőben 16-12 volt a mezőköves javára. Ez nem védekezés. Hány faltunk volt? Egy sem. Félúton vagyunk. Se kint, se be, se elő. Fordulás után nem sokat változott a helyzet, sőt, a vendégek szurkolótábora hamarosan rászámolt az Egerre egészen 10-ig, vagyis a végjátékra már 10 gól volt a különbség. A végeredmény 32-22 a mezőkövesnek, ami egyben továbbjutást is ért a következő fordulóba a borsodi csapatnak. Úgy gondolom, hogy a mezőköves jobban akarta ezt a kupa győzelmet, vagy kupa továbbjutást. Tavaly ugye nagyon jó élmények voltak a Final Four kapcsán, és gondolom hasonlót szeretnének idén is. Ugye az új idegen légióssal újra erősödtek, vagy tovább erősödtek, nagyon erős kerette, csak ott lehetőleg nekik. Talán mi éreztünk hamarabb rám, fordult, vezettünk, ez utána kialakított egy különbséget, amiből az egyik csapat felszabadult, a másik meg már görcsös volt, tehát úgy gondolom, hogy nyilván, hogy mind a két csapatnak a bennmaradása a fő célja, az a legfontosabb. Össze a Magyar Kupán mire vitézkedik, ugye lásd tavalyi momentum, tulajdonképpen majdnem mindegy. Azt gondolom, hogy így is kell kezelni. Ennek a Magyar Kupa mérkőzésnek a pikantériáját az adta, hogy 4 nappal később, azaz vasárnap 17 órától ismét az egri Kemény Ferenc sportcsarnokban találkozik egymással a két csapat, de már bajnoki pontokért.